Szóval akkor Q2, erről is egy pár gondolatot engedjenek meg a kedves nézők. 1944 után az úgynevezett Q2-ből lett a Q2 szovjet többcélű kétfedelű repülőgép. Az U, amely eredetileg oktató repülőgép volt, méghozzá az Ucsebni Szobol. Tulajdonképpen ennek a rövidülése volt ez a bizonyos U. Azt kell tudni róla, hogy eredetileg kukoricaföldet jelentett egyébként a neve a gépnek, a NATO kódja pedig összvér volt, vagyis MUL. A megbízható, egyszerű, valamint olcsó, alacsony támadó légi felderítő lélektani fegyver és futár repülőgép a háború alatt bebizonyította, hogy az egyik legsokoldalúbb könnyű harci repülőgép, amelyet a Szovjetunióban építettek. A szovjet idők leghosszabb ideig gyártásban lévő gépévé vált azzal, hogy egészen 1978-ig gyártották a Pokettest, amelyről egyébként azt is tudhatjuk, hogy az első felszállása az imént említett dátum ellenére már 1927. június 24-én megtörtént. Elképzelhető, hogy a repülés történet második legnagyobb darabszámában készült repülőgépekről beszélünk, illetve a legtöbb példányban készült kétfedeles repülőgépről, hiszen több mint 40 ezer darabot gyártottak 1928 és 53 között épült gépeket tekintve. Hiába mutatják a gyári adatok, hogy a gyártás 52-es befejezéséig az U2-es és Pokettes oktató, valamint bombázó típusokból 20-30 ezer fölötti darabszám készülhetett. A pontos számot nehéz megbecsülni, illetve még azt is hozzátették, hogy 1959-ig kisebb javítóüzemekben, műhelyekben és repülőklubokban valószínűleg tovább folytatódott a gép gyártása. A harci alkalmazása is érdekes, hiszen a már említett U2-es a Szovjetunió alapvető polgári, valamint katonai kiképző gépévé vált, amelynek tömeggyártása a Moszkva melletti Vörös Pilóta gyárban folyt. Használták szállításra, valamint katonai futár feladatokra is. Remek adottságai miatt egyébként a kezdetektől gyártott mezőgazdasági változatból ered a már említett kukoricás beceneve ennek a bizonyos géptípusnak. Ami egy érdekesség a háborúban használat kapcsán, hogy a déli erők által éjjel tulajdonképpen éjjeli látásmódnak rosszul észrevehető célpontnak nevezett Q2-es lelövése nagy nehézséget jelentett, tehát mondhatjuk azt is, hogy már lopakodó verzióban tudott működni a Q2-es. Az 1950-es években a radar az éjszakai vadászok alapfelszereltségéhez tartozott már, de a faj és szövet anyagokból készült Q2 annyira minimális radarjelet vert vissza, hogy az ellenséges vadászpilótáknak bizony nehézséget jelentett a gép becserkészése. Ugye épp ez az, amit említettem, hogy rengeteg textília és rengeteg fa a gép alapanyagában. Tényleg nagyon kevés fém található benne. Sok-sok változatban készült egyébként a Q2-es, illetve a vízre leszálló változata is. A háború után aztán légimentő változatot is készítettek belőle egy zárt hátsó kabinnal, és volt mentő változata is, amely ehhez hasonlított nagyon, illetve vezérkari kommunikációs repülőgépet is építettek ebből a típusból, amelyre zárt kabint szereltek a pilóta, valamint két vagy három utas számára, tehát ilyen verzió is létezett belőle. Jelen pillanatban a Wartimer alapítvány repülőgépét láthatjuk egyébként a levegőben, hiszen itt Magyarországon áll az égnek vannak ilyen megszállott pilóták és repülőgép szerelők, akik elképesztő célokat tudnak maguk elé tűzni, és több száz munkaórával állították helyre, és tették újra repülőképes állapotba ezt a Q2-est, amely esztendőről esztendőre visszatér hozzánk itt a Börgendi repülőnapra, de ugye ugyanígy cselekedtek ők a Q2-essel, amely sajnos most hazarepült, illetve ugyanígy tettek a Kányával is, és még rengeteg-rengeteg repülőgéppel, és most már többek között ők segítik Szakács Gáborék munkáját is. Az L20